ez úgy még elcsúszik. Mindannyian mondtuk már ezt, anélkül, hogy számoltunk volna a következményekkel. Gondolkodtál már azon, hogy miért van annyi pocsék minőségű termék és szolgáltatás a piacon? A válasz az, hogy azért, mert az emberek azt választják. Ugyanis nagyon sokszor a döntő tényező az ár. Még akkor is, hogyha már ezerszer megszívtuk, és végül az olcsó sokkal többe került, mint hogyha eleve a drágát választottuk volna. Miért is törekednének a gyártók és szolgáltatók arra, hogy jobb minőséget kínáljanak, ami egyértelműen magasabb árral járna, hogyha az emberek nem fizetik meg? Nos, ez az egyik oka annak, hogy miért a jó a legjobb ellensége, és nem a legrosszabb. A legjobbra csak akkor van lehetőség, hogyha nem vagyunk hajlandóak elfogadni a kevesebbet, mint a legtöbb, amit nyújthatunk, vagy kaphatunk. Mondok egy példát. Amikor legutóbb, több mint 10 évvel ezelőtt választanom kellett egy jó minőségű laptop és egy Apple MacBook Pro között, az utóbbit választottam, pedig jóval többe került. Azelőtt is jó gépeken dolgoztam, mégis sokat mérgelődtem. Belassulás, lefagyás, kékhalás, stb. Amióta viszont Mac-en dolgozom, ezekkel egyáltalán nincs gondom. Megérte. Valójában még sok ilyen példa van, de a lényeg ugyanaz. A legjobb, az a legjobb. A jó, az csak jó. Bármit is csinálsz a munkahelyeden, valamilyen szolgáltatást nyújtasz. Milyen minőséget szolgáltatsz? Ez még elcsúszik, vagy ilyennek nincs helye nálad. Hogyha az előbbi, azaz megelégedsz a jó minőségű szolgáltatásoddal, idézőjelben jó, akkor be kell érned a jó fizetéssel, a jó bánásmóddal. Ugyanakkor szembe kell nézned azzal a veszéllyel is, hogy bármikor jöhet valaki, aki képes jobbat nyújtani nálad. És akkor mi lesz veled? Ha biztonságra, jó fizetésre, különleges bánásmódra vágysz, a legjobbnak kell lenned, és így válhatsz nélkülözhetetlenni a munkahelyeden. Sikert és boldogságot!